Sziasztok kistakisok! Hát, ez a tárcsa így viszi az ilyen magasságú takarónövényt. Az előző videóban is megmutattam. Hát most, én mondom 177 vagyok, itt kell felnyúlni. Úgy gondolom ez túl nagy feladat is neki. De ami a lényeg számomra csak az, hogy a föld területen ilyen takaró réteg alakuljon ki. Ezzel is védve az eróziótól, száradástól, kiszáradástól. És ezzel majd szépen ezek, reményeim szerint ugye ezek a növények így most feladják a harcot, és mármint a gyökerük, vagy a gyökerük bennük marad, csak ez a részleg így szépen úgymond elszárad, ezek itt, és akik takarják ezt a talajt, ugye kicsit szélre húzom, azért tárcsa megdolgoztam, így ennyire, és ennek csak az a lényege, szóval én nem akarok itt olyan területet, hogy nem is az volt a cél, hogy itt földszínű, kopár terület legyen, tehát csak a föld legyen, hanem az ilyen, az így takarja. Amikor majd ugye augusztus vége fele, jön majd az újabb takaró növény erre, lehet, hogy még egy párszor megtárcsázom, nem tudom milyen lesz a visszaélődési ráta. Hát nagyjából így kirendezte a gyökereit, itt látszik. Kétszer átmentem rajta, eddig lehet átmenni még egyszer. De hát ez egy brutál nagy tud. Szerintem nem is ennek a tárcsának való. Nem az valami sokkal nagyobb kell, de hát azzal tudunk főzni, ami van. Szerintem berakta a hűtő elejébe és a legymód. Hát ez egy ilyen buli. Erre mindig figyelni kell. Hát hogy menjünk még egy kört itt a nagyobbba, ezt megmutatom. Ugye elsőre hogy viszi. Egyet megmutatok. Tárcsa olyan. Egy szállítottam rajta, már nem húz annyira félre. Egész jó, könnyen viszi. Mégis bele sem megy, lehet mondani, de... Eldarabolja. Nagyjából lefekteti. Konkrétan itt az a cél is. Mondhatnátok, hogy végig mehettem volna egy hengerre, és ugyanez az eredmény, de annyira nem, mert azért megdolgoztam, nézzétek. Itt megdolgozta a földet. Egy pár szó még átmegyek rajta, aztán szerintem jó lesz. Meglátom. Ez egy kísérlet. Védjük a földet, takarjuk. Úgyhogy ennyi. Köszönöm, hogy megnéztétek, majd mit csinálok. Minden jót, sziasztok!